Közben meg is érkeztünk az autóért. Százas sikerült csak alkudnunk. Kék rendszám. Ahol jól érzem magam, ott vagyok otthon. És folyamatosan jönnek az ügyfelek autót nézni, holnap is van egy időpontom. Vállalkozó típus vagyok, bennem félsz, nem nagyon volt. Nagyon-nagyon szeretik itt Ausztriába, gyakorlatilag ez az osztrák Honda Jazz. Sziasztok! A most következő videóban szeretnék nektek ismét bemutatni valakit. Egy Ausztriában élő úriembert. Ausztriában vállalkozása van, egy autókereskedése, úgyhogy úgy gondolom, hogy érdekes tapasztalatokat oszthat meg velünk. Elmegyünk venni egy autót Linzbe. Akit érdekel ez a videó, ez a interjús dolog, az fogadja szeretettel. Közben meg is érkeztünk az autóért, ez a fehér. Ja. Mag már szól, besser. Ja, passt. Ez a fehér póló lesz a kiszemelt autó. A legjobb. És lemegyünk a mély garázsba, mert esik az eső, meg lehessen rendesen nézni az autót. És megnézzük, hogy egy autókereskedő hogyan vesz autót. Szép ez a póló. Jól néz ki így kinézetre. Hát jó lett volna festék most, hogy semmi jövő nincs, hogy biztos, hogy találjuk lehet valami. Hát ez lenne Norbinak a stúdiója. Itt vannak az autók. Ő új. Őt vagy megtartjuk, vagy eladás. Ezt még nincs eldöntve. Ő jött tegnap előtt. Itt van egy saját projektem. Ez egy 2006-os összkerék meghajtású Golf, 2 literes PDTDI motorral. Itt már 2 sárvédő lett cserélve, mert ugye azt a találkozásnál az ajtó is a kerékjárati ívnál ott ugye hordja be a Golfoknál. Tehát ez megtartod, azt mondod, ez a ez probléma, magadnak. Igen. Úgyhogy ez ki lett cserélve. Hát folyamatosan újítgatom föl. Hát itt téli autónak, ilyen szaladgálós autónak gondoltam. Uh-huh. Az összkerékhajtás miatt, ugye itt Ausztriával azért nem egy utolsó szempont. Ő frissen érkezett múlt héten. Ford Mondeo. Ford Mondeo, egy 2016-os autó, 150 ezer kilométerrel, titánium felszereltség a legmagasabb. Egy tulajdonos, gyakorlatilag, ahogy kinézjon. És akkor nálad az autók, ez mind ugye ki van takarítva, tehát az ember idejön csak hozzád. Beérkezik, kap egy takarítást. Ugye már volt használva azért a papír, azért koszos már. Aha. Mert már mentek vele egy. Jó illat van benne. És a nagy előnye ennek a, ezzel már beszéltünk, ugye a nagy előnye ennek a stúdiónak, hogy nem állnak kint az autók a jégbe, fagyba, porba, mindenbe, hanem itt vannak bent a melegbe, nem kell kapargatni a jeget. Így van. Hát a hátrány ugye gyakorlatilag az előnye, hogy kevesebb korlátozott a helyem, tehát nem tudok 20-30 autót sajnos ide berakni, hanem maximálisan 16-ot összesen, illetve még ide hátra a fal mellé tudok 4-5 autót, tehát összesen 20, talán 20 autó a limit. Uh-huh. De egyelőre, hát icipici vagyok, egyelőre bőven elég. Nem stimmel a helyzet. Uh-huh. Látszik is. Uh-huh. Tényleg nincs se egy kart, sehol. Egyedül az a hézag, amit találtál rajta. Ott látszik, hogy igen, hogy volt sérülve. Jég nem vert el. A jég nem vert el, az, vagy ha el is meg lett csinálva. Ez a... Hond ez van az ekcik. Ja. Celsius, ja, this is too nidrig, too gering. Viszont bár de azt tartsam, hogy normál unten 200. Ach so, aber MTC musst du das nochmal zeigen, oder? Ja, lange ist es. A kolbensteini schutz, egy porvédő van rajt, és az van leszakadva. Csak az a baj, hogy ki kell szerelni a
mind a két lengéscsillapítót, valamint a cserélnéd, és ki kell cserélni a porvédőd. Viszont meg kell nézni, milyen az értéke a lengéscsillapítónak, mert ha már szét van szedve, lehet érdemes két újat venni. Ezt muszunk komplet ausbannunk. Wegen dieses... Nur gut, die wegen dem Schutz. Ich weiß, mein Bruder hat das ja schon öfter gemacht. Minimaler Ölverlust. Schwitzt ein bisschen, ja. Relativ normal. Ez jelenti hiba, mindegyik miatt felett. Az a baj, után gyártott a Scott Frügenek hívják, után gyártott, és soha nem passzol sajnos, hanem gyárit vesznek bele. Ezért én inkább bontottat keresek, mert az nagyon-nagyon passzol, és inkább lefényeztetem, mint hogy újat tegyek. Nincs ez a probléma. Kia. Amire nagyon odafigyelek, az igyekszem egy gazdás autókat venni, ez így most tudom, hogy vicces, mert de feltüntetik azért a hirdetésben, hogy ezt bezítsz. Úgyhogy a Skoda egy gazdás, Mondeo egy gazdás, a Hyundai egy gazdás, ő egy gazdás. I20-as, ugye? Az I20-as, igen. Ő egy 2015-ös autó 100 000 kilométerrel. Ő 40 000 kilométeres, aki a 2012-es. Hát ez nagyon bejáratos. Nagyon-nagyon jó állapotban van. És hát kis benzinesek gyakorlatilag, kivéve a Mondeo, hogy ő egy dízel. De ezek mennek jól a kis benzines autók. Kisebb autók. Kisebb autók, kevés mennek. Kilométerrel, igen. Gyorsan pörögnek, ugye? És a legfőképpen, ugye amit én szeretek, a szívó benzinmotor. Szóval nincs turbo. Aha. Ugye aztán Póló ő is most jött be nemrégen. Őt nagyon-nagyon szerettik itt Ausztriában, gyakorlatilag ez az osztrák Honda Jazz. Ő nem annyira megbízható, ugye motorikusan tudjuk, hogy vannak problémák vele, főleg a láncos motorokkal, de igazság szerint ez egy háromhengeres, egy kettes autó. A dízelek masszívabb konstrukciók, viszont nyilván városba veszik első autónak, illetve hozzám nagyon sokan jönnek be olcsó munkába járós kis autóért, harmadik, negyedik autóért, úgyhogy tökéletes. Akkor hát nekem kedvencem, sajnos az osztrákok nem szeretik, nem tudnak vele mit kezdeni. Ez egy 2020-as Suzuki Swift, ez egy 1-2-es hibrid, egy mild hibrid. Gyakorlatilag egy gyorsításkor egy rásegítés kap, az ülés alatt van egy kis icipici akupak. Ez egy 2020-as autó, 60 000 kilométerrel, első gazdás, gyakorlatilag harcmentes. De milyen szép belül, basszus, a kormány állat jól néz ki. Mindegy új. Tehát nagyon és akkor gondolom, a fogyasztás az nagyon jó. Ha jól emlékszem, ilyen 4,5 literen áll most az átlag fogyasztásmérő, és hát pedig autó, az utolsót az ugye Bécsből hoztam, autópálya volt, úgyhogy kapott egy ilyen 140-es tempót. Hát ezt az autót elfogadnám. Kis fogyasztás, szép, tök jó. És az a baj, hogy nem keresik az osztrákok itt. Hát magyarok vagyunk, Suzuki. Igen. Én ismerem, ugye tudom, hogy iszonyatosan megbízható. Sajnos a szempontjából nem a legszerencsésebb választás volt. Minek a szempontjából? Eladás szempontjából itt Ausztriában nem a legszerencsésebb volt. Egy Volkswagen-t könnyebben eladok, egy Golfot, egy Pólót, főleg ezt Pólót. Ezt mondtad, ezt meséld el, hogy az osztrákok egyszerűen a német autóért vannak oda. Tehát hiába raksz be egy nagyon jó Kiát, egy nagyon jó Hyundai-t, mert az is van. Ugye nálunk minden sarkon van egy Suzuki szerviz, náluk minden sarkon van egy Volkswagen szerviz, illetve ami fontos még, hogy a szomszédjának a szomszédjából is valamikor annak idején volt egy Volkswagen szervizes, vagy éppen egy szerelő, vagy éppen egy beráter, egy tanácsadó, aki éppen a Volkswagenben dolgozik, tehát gyakorlatilag ugyanúgy, mint Magyarországon, jobban közismert egy Volkswagen típus, ugye. Tehát ahhoz, vannak is, ahhoz vannak szerszámaik, abba bíznak, így van. És jobban ismerik. Egy Suzukihoz nem nagyon tudnak az átlag osztrák szerelők hozzászólni. Fékteszt? Nem is fékteszt, hanem a pólóknál. Váltó? Igen, a szinkron szokott. Valamelyik szinkron solik vesz, valamelyik nem. És valamelyik hidegen rottyanik egyet. Akkor mit nézem? Kormányművet? Kormányt nézem, hogy jól áll-e, egyenesen áll-e. Nem-e húz valamerre, hogy nem akarja kitekerni a kezemet.
Nem nagyon szokott ennyi kilométernél probléma lenni. De a baleset véget, a kapott a futó, ami ugye azt mutatja, hogy a csámpás állapot van. 1,2 motor? 1,2 turbo. Turbo? Mi turbo, ja. Und 10 PS, oder 5? 90 PS. Also, das ist 90 PS. Hát ez a kavics, ez amit rossz helyen van, pont itt van. De, arra van embered, aki azt megcsinálja a kavics felverődést? Mindenre van. Mindenre van. Ami nehéz volt szerezni, a fényezőt, karosszériás. És akkor van két jó kis van Seat. Két appom. Várj csak, az is fogsz. Én nem Seat, azt hittem Seat, mert Seat van egy ugyanez a konstrukció. Igen. A Seat mi, ez nem, ő app. Felkiáltójel a végén. Ő egy 2013-as autó, 58 000 kilométerrel, egygazdás, gyakorlatilag karc. Nagyon és szép. Kopásmentes az autó, nem tudom ezzel mit csináltak ezzel az autóval, de... Még garázsba állt. Se a motortéren, se a... vagy a motorháztetőn, se a tető, illetve az ablak találkozásánál itt szokott még leverődni. Nagyon szép állapot van kívül belül. Hát ezt is elfogadnám. Akkor van egy Yarisom. Őt még azt mondom, hogy itt Ausztriában relatíve könnyű eladni. A Toyotában azért bíznak. Magában a Toyotában azért bíznak, azért régóta itt van. A Toyota modell, a Toyota márka kínálata. Ő is egy 60-valahány ezer kilométeres autó első tulajdonostól. 2016-os tolatókamerával, elég jó a felszereltsége. Egy játékgép a múltból. Játékgép a múltból, ez unaloműzőnek. Egy kis flipper. Mennyi autót adsz egy hónapba? Hát ugye most még nem tudok pontos adatokat, pontos számokat mondani, mert ez még így kezd most beállni. Ugye ilyen feltörekvő tendenciában vagyok idén, ugye tavaly május startup. Startup, igen, tehát tavaly május óta csinálom úgymond főmussőridőben, hogy úgy mondjam. De 4-5 autó masszívan el kell, hogy menjen havonta, az a minimum. És akkor pénzednél, vagy mondhatjuk. És akkor valahol ki tudok mindent fizetni, igen. Aha. Sajnos nagyon-nagyon masszívan drága a bérleti díj. Tehát Magyarországon egy ekkora, ilyen elhagyatott épületet, tényleg azt mondom, hogy talán 100.000 forintért, 150.000 ki lehet bérelni. Itt azért a 3-4-szerese, szóval elég drága a bérleti díj. A villany az mega drága, sajnos itt is. Sok villanyszámlád van? Nincs sok villanyszámlám, hogyha megnézed, vannak ezek az infrapanelok fönn. Aha. Én az egészet ki tudom fűteni, viszont nincs rá szükség, hogy kifűtsem. Ugyanis amikor kint volt ilyen mínusz 8-10 fok, benn plusz 3. Tehát akkor se fagytak le az autók, úgymond nem párásodtak be. Illetve egy icipicit kisüt a nap, hogyha a kamerát átfordítod, akkor lehet látni, hogy most is besüt a nap, és igen. Itt állva te is érzed, hogy szinte meleg és forró a nap. Üvegházhatás itt érvényes. Igen, tehát igazság szerint a legnagyobb hidegben is egy icipicit, ha van nap, abban a pillanatban nagyon kellemes itt bent. Ugye ami nyáron hátrány lesz majd, de hát majd próbálok valami árnyékolókat felszerelni, ez majd egy későbbiekben. Szóval ki van építve a fűtés, de nem használom, mert nem merem használni. Állítólag 6-700 euró villanyszámlát fizetett, aki itt volt, hölgy, előttem, ő sajnos ez miatt ment tönkre, ez miatt zárt be. És hát azért engem is megviselne, megmondom őszintén, havi 700 eurós villanyszámla, úgyhogy, de nem kell, tehát nincs rá szükség, hogy fűtsek az autóknak. Az irodám ki van fűtve, a WC közös helyiségek ki vannak fűtve, bőven elég. Amit el kell mondanunk, hogy iszonyatosan jó helyen van egyébként a stúdió, vagy hogy nevezzük, stúdiónak szoktak stúdió, hívni? Én stúdiónak mondom. Mert hát itt a domptól, ettől, vagyis hát ez a gát, ugye? Ez a gát, nem? Ez a gát. És... ettől nem látjuk, de ott látszik az autópálya konkrétan, tehát aki igen. Az országnak egy távolabbi részéből jön, mert talált magának itt egy jó autót, az csak lejön az autópályáról, 3 kettőt kilométer. Kanyarodik konkrétan, és már itt is van. Igen. Van egy Dunahíd, átjön a Dunahídon, és a híd körülbelül tőlünk. Tőlünk kb. 200 méterre van innen most, ahol állunk. Ugye Klein-Pöklánban vagyunk, a Dunának az egyik oldalán, a másik oldalán van Pöklán. A másik oldalán van Pöklán. És Pöklán gyakorlatilag az autópálya.
Ő kapcsolatban így van az autópályás, tehát saját lehajtója van. És azt mondtad, vonattal is igazából könnyű idejönni? Vonattal is könnyű megközelíteni, tehát volt ügyfelem, aki Klagenfurtból jött, volt ügyfelem, aki Bécsből jött vonattal, gyakorlatilag a Pöklánba le tudsz állni a Hauptbahnhofon, és akkor onnan körülbelül 20 percenként jön egy busz, amelyik innen megy tovább Y irányába, és velem szembe, hogyha megfordítom a kamerát, akkor lehet látni a busz megálló gyakorlatilag. Itt a busz megálló, egy, tudom, ennyi, 10 méter, 20 méter. Igen. Tehát ugye a Duna a gát mögött körülbelül tőlünk 30 méterre folyik, úgyhogy nyáron akár az uzsonnát, az ebédet a padon megenni nagyon kellemes. Jöhetnek hajóval, uszálja mindennel, hajóval illetik az autók. Uszálja, gyönyörű idilli környezet. Meg hát azért a főút mellett van, tehát nagy itt a forgalom. Akár ha valaki csak ide néz, akkor is megláthat egy autót. Igen, igen, iszonyatos nagy a forgalom. Ott a spárüzlet, meg több üzlet is, pékség. Azért itt vannak emberek. Igen, egy pici centrum van itt mellettünk. Tehát könnyű meghatározni, könnyű betájolni, hol a stúdió. Aztán elmondom, hogy mindenki keresztül megy itt, nem bírnak megállni. Annyira kontaktban vagyok a főúttal, gyakorlatilag nem tudom, 4 méterre vagyok a főúttól, hogy főleg aki a hit felől jön, ő úgy elmegy, hogy folyamatosan rám csörök, hogy nem találja, nem tudja, hol vagyok. Uh-huh. A dekorációt ilyen... honnan szerezted? Nagyon jól a Amazon. Á, ilyen nagyot lehet rendelni? Igen, ettől nagyobbat is. Az igen. Ah, úgyhogy ez majd folyt köv idén, oda hátra is szeretnék egy nagyot, a fehér fal. Aha. Meg hát minden falra szeretnénk majd valami kis... Nekem nagyon kedvenc, hogy nagyon szeretem ezt a stílust. És akkor itt, ami ugye szép fehér falak, meg szép padló, ezt már te újítgattad? Nem, itt egy használt gyermek ruházati kelléküzlet volt. Gyakorlatilag itt le is van zárva, függönyhez két öltöző volt. Aha. És aztán hát az ugye jött a háború után a villany áremelés, uh-huh. és akkor át emeltek, hogy a hölgy gyakorlatilag ebbe. Hát igen, ő neki folyamatosan kellett világítani, hogy üzlet volt. Megfűteni. Neked igazából. Nekem fönn vagy a Wilhelmenen, lebeszélsz egy időpontot, akkor idejössz, addigra meleg van. Meg egyáltalán nem muszáj itt annyira melegnek lenni, az ügyfél megnézi kabátba az autót. Hát most én abból indulok ki, hogyha kín mínusz 10 fokba, autókat adnak el a kollégák, akkor ittben plusz 5-6 fokba, jelen pillanatban talán 11 fok is van, sokkal-sokkal kellemesebb, akár pulóverbe ki lehet próbálni az autót. De tényleg nagyon kényelmes dolog neked, nem kell kapargatni a jeget, töltögetned az akkumulátort, félni, hogy jön a jégeső. Az akkumulátor, igen. Tehát ott szerintem szinte minden második autót, mielőtt jön az ügyfél, fel kell rakni egy órára tölteni. Én gyakorlatilag ezzel hálásan nem kell, hogy foglalkozzak. Esetleg a jövőbeni terveidről, hogy tervezed, mit, hogy látod? Hát az idei terv, ugye én tavaly szeptember óta vagyok itt, az idei terv az stabilizáció, erősödés, egy teljes készlet, ugye mondta, hogy max 20 autó férhet be, hát most körülbelül, azt hiszem, ha jól emlékszem, 12-13 autón van, ugye most ment is ki autó, meg egy autó van fényezőnél, ami jövő héten fog visszajönni, jövő héten kapom vissza. A maximálisra szeretném bővíteni a készletemet, tehát ez a 20-as legyen meg, az idei terv, illetve még több marketinget szeretnék, gyakorlatilag értve ezt a honlapomat szeretném úgymond egy kicsit menedzselni, illetve hát a molinókat ugye szeretném kicserélni, mert nem igazán látszik, ahogy az előbb mondtam, az épület, tehát oda szeretnék zászlókat szeretnék kitenni, hogy jobban látszódjak. Aztán gyakorlatilag ennyi. Más tervidére nincsen. Szép az autó. Eladható, jó látható. Keresik az osztrákok a pólót. Pláne ebben a fehér színben szeretik nagyon. Uh-huh. Jó a felszereltsége is, igazság szerint. Úgyhogy elviszük. Csak kicsit meg kell dolgozni. Kicsit meg kell dolgozni az embert. Köszönöm. Elsősorban szemlevételzéssel a külső állapotot nézem, az illesztési hízókat, az ablakokon megyek keresztül, hogy a gyári Volkswagen logó mindenhol ott van-e, hogy cseréltek-e, ami történt esetleg sérülés korábban, illetve minden, amit a szemnek mutat meg, például mi van az alján, mi van a motortérbe, az pedig a gutekten, az a műszaki vizsga után az adatlap gyakorlatilag főleg mivel ő MTC-s volt az autó, ők meg aztán mindent az igazából a világon felírnak. Uh-huh.
és gyakorlatilag kiolvasható a papírról minden olyan, amit nem látsz. Úgyhogy így lehet jó alkudni egy autóból. Egy százat sikerült csak alkudnunk, hát többet szerettél volna, nem igazán akartak engedni. Nem akartak engedni belőle. És mindenki ezt a fixárat nyomatja, most azt mondtad. Fixárat nyomatják, meg hát azzal akart jönni, hogy külön 500 euróért adják a nyári szettet. Pedig az azért általában nem benne most van. Most meg nincs értelme, hogy enged 400 eurót, és akkor utána meg tőlünk alkudnak magyarodáskor. Akkor tényleg egy nagyobbat, mert nincs hozzá nyári szett. Amúgy meg a nyári szett itt Ausztriában hozzátartozik. Uh-huh. Úgyhogy hát ez van. Ami fontos számomra, mind vétel, mind eladás, az utolsó szó mindig az előzőben. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy én mondom az utolsó árat. Ha 20 euró, akkor is lényeg az, hogy én mondjam az utolsó. Az utolsó szót. Kék rendszám. Előre, hátra, aztán go. Aztán go haza. Ugye bármelyik autóra föl lehet rakni, maga a rendszámra fizettem a biztosítást. Jaja. Autópályamat is van. Pályamatrica is van rajta, azt mondtad? Igen. Ez lenne akkor itt a honlapod, ezt te magad csináltad. Ezt én magam szerkesztettem. Bestwagen, ugye? Ez a cégnév. www.bestwagen.com, uh-huh. Így van. Gyakorlatilag ez egy kis arculat, ugye egy rövid felvezető, hogy mikor indultam, hol vagyok most. És hát még hiányzik, tehát gyakorlatilag ezt múlt héten, két héten belül valósítottam meg, úgyhogy információ lesz fölírva, egyelőre a címem van, hol találnak meg, telefonszámom van, uh-huh. Helységadatok, és hogy ugye mivel foglalkozunk, apá használt autóval. És akkor jól jön neked valaki, aki mondjuk ilyen weblapokkal foglalkozik? Hát az szükös időkeretem véget, jó lenne valaki, aki készre tudná csinálni a honlapomat, illetve aki karba tudná úgymond tartani, tudna tartalmakat feltölteni, akár egy-egy autót feltölteni, ha mindegyiket nem is, hogy aki felkeresi a honlapot, mégis legyen elképzelés, hogy milyen típusú autókkal kereskedünk itt Klein-Pöklánban. Uh-huh. Illetve, hát ha tovább megyünk, ugye még nem esett szó, hogy ahogy bejönnek az autók, ott, ahol áll a fehér docker, itt csináljuk a takarítást. Itt látszik is, hogy felszedtük a padlót. Uh-huh. Mert ugye a bútorüzlet volt ez régen, és ez le van bitumenezve, úgyhogy kapott egy ilyen koptató szint, egy festéket. Valószínűleg később majd összes parkettát felszedem, mert nyilván nem bírja az autók súlyát. Uh-huh. Úgyhogy itt feleszedve a parketta, itt lehet autót idézőjelben mosni, tehát azt mondom, hogy kisebb mosásokat megtunk, itt nem probléma a vizesedés. Csak kisöpröd innen. És akkor itt ki tudom esetleg így van söpörni, amit befúj a szél, meg az kisebb koszokat. Innen bejön az autó, először kap egy nyilván egy külső mosásza, azt üzemanyagkuton megoldjuk. Itt van tőlünk a BP tankstelle körülbelül 1 kilométerre. És amikor megtörtént a külső mosás, ide beállva, akkor nekiállunk a belső takarításnak, ami egy porszívózásból áll, ablaktisztításból, illetve egy kárpittisztításból, van kárpittisztítógépünk is. Van ilyen polírgéped is? Van egy polírgépem, és legtöbb autón körbefutunk gyakorlatilag egy fényesítő, illetve egy korrekciós polírra. Ha nagyobb karsz van, akkor nyilván arra többször rá kell menni, ott kap egy korrekciós polírt, illetve legtöbb autóval átfutunk, szép fényt ad a polír. Nyilván nem professzionális, nem is ez a cél. Az eladhatóságát nagyon sokat segít egy polír az autón. A jó illatot mivel éred el az autókban? A jó illatot, az van egy tornádó nevezetű készülékem. Mutatom. Ő. Uh-huh. Ez gyakorlatilag 8 báron belefecskendezi a szövetbe a tisztítóanyagot, uh-huh. És speciális tisztítóanyagaim vannak. Ezt 5 literesbe rendelem, ez egy német cég forgalmazza, ez például Carpit tisztító Posterreinige, és ennek van gyakorlatilag jó illata. Ugye az összes textília, az ajtókárpitok is ki vannak takarítva ezzel, illetve az ülések is ki vannak ezzel takarítva. Illetve ennek a cégnek van műanyagápolója is,
és nyilván az összes műanyag felületen ugyanígy ezzel a készülékkel átmegyünk és letakarítjuk, és nagyon-nagyon jó hosszantartó illatot ad ez véget. Úgyhogy semmilyen extra hókusz-pokusz nincs benne, nem használunk semmilyen parfümöt. Nagyon sok autótakarító még extra parfümöt használ, mi nem arról szólunk, hogy nem arról szól ez a cég, hogy kitakarítsuk, és a saját autóinkat gyakorlatilag eladásra felkészítjük. Hogy kerültél Ausztriába, mit csináltál Magyarországon? És azt már tudom, hogy több vállalkozásod is volt, azokra esetleg röviden, hogy Magyarországon miket csináltál, és aztán hogy jutottál ide ki? 10 éve vagyok Ausztriába, előtte Magyarországon gyakorlatilag kereskedelemmel foglalkoztam, illetve volt építőipari szerű vállalkozásom is, aztán ugye a válság miatt kellett új területekre tévednem, ide Ausztriába sikerült kijönnöm, úgyhogy azóta itt vagyok. Nagyon szeretem az osztrák viszonyokat. Igazából nagyon bejött nekem Ausztria, nagyon szeretem. Keveset is járok haza, mint a legtöbb kelet-európai, én is vendéglátásba kezdtem 2014-ben, majd 2017-ben úgy döntöttem, hogy megpróbálok szakmába elhelyezkedni, illetve megpróbálok váltani, kijönni a vendéglátásból, mert hát azért az elég kemény. Kevés szabadidőm maradt sajnos, aki benne van, azt tudja, miről beszélek. Így hát aztán kerestem egy fix ingatlant, egy albéletet, illetve hát kerestem fix munkát, ami tartott 2021-ig, 21-be kezdtem én a fóliázással ezt a dolgot, és aztán végül is tavaly, május óta vagyok teljes értékű vállalkozó, és aztán egyre több megbízásom jött, közben az autó értékesítést is így hobbiból, az a vicces, hogy én hobbiból kezdtem az autó értékesítést, én nem gondoltam ezt komolyan. Szereted az autókat, szívesen foglalkoztál velük? Én autóőrült vagyok teljes mértékben, szóval én már amikor kijöttem Ausztriába, körülbelül a 25. autónál tartottam akkor is. Tehát én már Magyarországon is elmebetegként vásároltam, adtam el az autókat. Hát közben csináltam még katonaságnál, illetve előtte csináltam katonaságnál C-s jogsit, az 17 éves korom óta megvan. És aztán lájnani kellett az S jogsi is, úgyhogy azt is megcsináltam 2021-ben. Így gyakorlatilag BCE buszon kívül gyakorlatilag mindenem megvan, ami jól fog majd jönni ugye. Reméljük a jövőben, hogyha trélerezni kell. Én 21-be kezdtem el a fóliázást. Hogy miért jött a fóliázás, az nagyon egyszerű. Otthon voltam egy hónapi karanténba. Pont akkor költöztem be a lakásomba, ez egy háromszobás lakás, teljesen üresen vettem át, és egy hónapig teljesen üresenben kellett gyakorlatilag laknom, mivel a karantén alatt kevés üzlet volt nyitva. Ezért interneten voltam, és mit csinál az ember szabad idejében egy hónapig? Autókat nézeget. Úgyhogy unalmamba, mivel a garázsom megvolt már, nem bírtam én bezárva lenni egy hónapig, ezért folyamatosan kimentem, még annyit visszatérve, hogy a fóliázás, az én elvégeztem egy ablakfóliázási tanfolyamot Magyarországon, illetve egy karosszéria fóliázási tanfolyamot is, ezt wrappingnak hívják, ez azt jelenti, hogy teljesen be tudom csomagolni egy más színre az autókat. Ehhez kerestem alanyt, hogy tudjak gyakorolni, de mivel hogy karantén alatt ugye nem nagyon lehetett kimenni, ezért vettem egy autót, hogy becsomagoljam, hogy azon gyakoroljak. És aztán ezt az autót gyakorlatilag egy-két héten belül sikerült eladnom. És aztán ebből fölbuzdulva vettem még egyet, és még egyet, és még egyet, és még egyet, és aztán ez így megállíthatatlan lavinát beindított. Míg nem, itt vagyok most, egy 200 négyzetméteres helyiséget bérlek. Ez egyébként az a vicces, hogy korábban ez egy bútorbolt volt. És hát teljes gőzzel, szívvel, lélekkel gyakorlatilag már csak az autó értékesítést, kereskedelmet csinálom. Ugyanis a fóliázás nem igazán, szóval eléggé időigényes és eléggé precíz munka, szóval nagyon-nagyon milliméter munka, tehát nagyon nagy szakértelmet igényel.
elég drága a fólia ahhoz, hogy az ember hibákat kövessen, és folyamatosan egy alkatrészt újra fóliázzak. És aztán úgy döntöttem, hogy mivel jobban beindult az autókereskedelem, az értékesítés, ezért úgy döntöttem, hogy inkább efelé orientálódom, és egy kicsit háttérbe hagytam a fóliázást, szóval nem gyakoroltam tovább, és nem is erőltettem, nem is hirdettem. Hála Istennek engem igazol vissza gyakorlatilag az élet, ugyanis egész jól beindult a mai napig. Én azt feltételeztem, hogy januárban holt szezon lesz, és nagyon-nagyon-nagyon szeretek síelni. Úgyhogy én nekem az volt az elképzelésem, hogy a Hokkáron leszek egész januárban. Hát gyakorlatilag otthon nem tudok lenni, annyi érdeklődés van, és folyamatosan kell jönnöm autóért, és folyamatosan jönnek az ügyfelek autót nézni. Holnap is van egy időpontom, az egyik autót jönnek megnézni, és hihetetlen, hogy mi történt, mert én se értem, nagyon-nagyon jól beindult, hála Istennek. Ami olyan az autón, például ennél az autónál is, ugye tudok róla, hogy hátul a lengéscsillapítónál porvédőgumikat cserélni kell. Ezeket megrendelem, van egy autószerelő srác, egy magyar srác, aki javítja az autóimat, és akkor ő kicseréli, mert valószínűleg a vevő is meg fogja nézni ugye a papírt, és ő is látni fogja, hogy... Szóval nem adok alkuteret a vevőnek, ez a lényeg. Tehát ami tudtommal hiba van, én abban a pillanatban javítom, ha kell, le van fényezve az elem, ha kell, beleszállítva a hézag, és mindent elkövetek, hogy a vevő ne nagyon tudjon belekötni az autóba. Szóval ez az autó, én azt gondolom, egy nagyon jó választás volt. Kisvárosi cirkáló. Könnyen eladható. Az osztrákok nagyon szeretik a Volkswagen típusait. Nagyon kedvelik a pólót, kimondottan szeretik. Illetve annyit kell tudni erről a típusról, hogy sajnos nyúlogat a vezérműlánca. Sajnos a Volkswagen nem nagyon akarja beismerni, de alulméretezte, ugye ez már nyilvánvalóan köztudott. Ennél a típusnál körülbelül egy 10.000 km ezelőtt ki lett cserélve, úgyhogy egy jó 50-60.000 km-ig ezzel nem lesz baj. Ezáltal gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy ez a kis 1.2-es TSI motor, ez egy eléggé atombiztos 90 lóerős. Kis szerkezet, 90 lóerős, se nem sok, se nem kevés. Egy nagyon jó kis városi szaladgálós. Ugye optikailag is egy jobban kinéző típusról, ugye egy airline típusról van szó. Van egy diffúzor hátul, illetve van egy kis hátsó szárnya a hátsó ajtó fölötti részen. Egy olyan kérdésem lenne, hogy mennyire volt nehéz így vállalkozást indítani Ausztriában, ez erről mit tudsz mondani? Hát az, hogy nehéz-e vagy könnyű, ugye nekem volt már gyakorlatilag belelátásom a vállalkozói életbe, ugye Magyarországon nekem volt KFT-m is, voltam egyéni vállalkozó is sokáig, úgyhogy igazság szerint a félsz az nincs bennem. Én nehezen adok tanácsot, megmondom őszintén, mert én bennem nincs félsz. Tehát én attól félek, hogyha valamit nem próbálok ki, hogy azt fogom megbánni. Tehát, hogy lemaradok valamiről, és nem akarok, nem tudom, 60 évesen azon gondolkodni, hogy miért ott volt a lehetőség, miért nem mentem bele, szóval... Vállalkozó típus vagy, én mondhatjuk. Én vállalkozó típus vagyok, bennem fész nem nagyon van, nem nagyon volt. Ami probléma van, meg kell oldani nyilván. Vannak problémák, lesznek problémák. Ez egy ilyen szakma. Nem egy könnyű szakma egyébként. Nagyon nehéz emberekkel megtalálni a hangot, mind a vevőkkel, mind az eladókkal. Főleg nyilván a vevőkkel. Itt Ausztriában ugye a nyelv miatt még egy kicsit hátrányban vagyok. Szorulva, nem azért, mert nem beszélem a nyelvet, hanem mert nyilván kihallják, hogy nem vagyok ekte osztrák. És ez miatt sokszor egy kicsit feszültebbek a vevők. Ugye amíg az autót át nem nézik, ki nem próbálják, és akkor gyakorlatilag
látják, hogy az autó rendben van, és utána egy kicsit azért megnyugszanak, hogy nem lesznek becsapva, úgymond. Kicsit nehezebb felépítened a bizalmat. Több melót kell beleraknom, így igen, van. Igen, tehát egy kicsit igen. Több melót kell beleraknom, egy többet kell bizonyítanom nekik, jobban kell mutatnom minden, ami elkészült, számlával kell bizonyítani. De hát én azt gondolom, a mai világban talán Magyarországon is ez így megy. Úgyhogy... Hát, hála Istennek több sikerem van, mint kudarcom az eladásban. Nagy reklamációm, hála Istennek, a múlt évben talán 50 és 70 autó között sikerült értékesíteni, ami nem egy nagy szám, viszont ha azt nézem, hogy én tavaly májusig dolgoztam, ugye mellékállásban csináltam az autókereskedelmet, és májustól csinálom főállásba, ahhoz képest ez a szám, ez nem is annyira kevés. Aztán meglátjuk az idei év, én pozitív vagyok, a január nagyon-nagyon szépen mutatja magát, úgyhogy abszolút optimista vagyok, és... Az a lényeg. És meglátjuk, hogy mit hoz ez az év. Kicsit már arról meséltél, hogy szeretsz Ausztriában lenni, megtaláltad itt a számításodat. Ehhez kapcsolódóan esetleg kérdés, hogy mit mondanál, mi az előnye annak, hogy te itt ténykedsz, itt élsz, és mondjuk nem ugyanígy Magyarországon van egy ilyen kereskedésed. Hát 14 után ki, ugye mi 14-ben jöttem ki, gyakorlatilag megszerettem a környezetet, megszerettem a tájat, megszerettem itt az embereket, barátokra leltem, és hát gyakorlatilag a számításaimat megtaláltam. Tehát amire nekem szükségem volt, azt itt mindent megtaláltam. Ez a vállalkozás volt még gyakorlatilag az utolsó szög a koporsóba. Úgymond, tehát ezt, ahogy elindítottam, gyakorlatilag amit szerettem volna úgymond elérni, gyakorlatilag mindent sikerült megvalósítani így. Jó hallani. Úgyhogy nagyon sok barátom van, nagyon sok, tényleg sok magyar él itt a környéken, Pöklárba, Ibszbe, igazság szerint az összes DPD futár, GLS futár szinte magyar. Igen, igen. Postások magyarok. Hát gyakorlatilag sokszor nem tudom, hogy Magyarországon vagyok, vagy Ausztriában. Márjelcelben szoktam ezt érezni. Bemegyek egy étterembe, esznek a magyarok, és jönnek a magyar pincérek, akik kiszolgálják. Bemész szabadba vásárolni. Magyar hangot hallasz, nem az eladó, hanem valamelyik sorba. Szóval, hogy az ember fölkapja mindig a fejét magyar hangra. Nem, itt Ausztriában az ember nem érzi magát. Én azt gondolom, kimerem mondani, tipikus külföldinek, vagy hogy kellemetlenül kéne érezzem magam. Én azt gondolom, otthon vagyok, ahol jól érzem magam, ott vagyok otthon. Ahol megtalálom a számításaimat, ott vagyok otthon. Úgyhogy hála Istennek megtaláltam a számításaimat, én úgy érzem, úgy gondolom, ezzel nekem nincs problémám. Te se vagy az a honvágyas típus. Nem vagyok a honvágyas típus. Nyilván hazajárok Magyarországra, a család egyik része ugye otthon maradt, de hazaköltözésen egyelőre nem gondolkozom. Ugye nyilván a vállalkozás miatt sem, illetve nekem nagyon-nagyon bejött Ausztria. Nem mondhatod, hogy szeret síelni, szóval. Szeretünk síelni, innen szebb időben, ha fölmegyünk a gátra, látszik az Öccser, gyakorlatilag egy nagyon jó síközpont. Nekünk szinte minden második hétvégén egy célpont, úgyhogy párommal járunk síelni. A fiam, van egy 16 éves fiam, aki most volt először télen kinn nálam, 2 hét, ha jól emlékszem. Őt most megtanítottuk snowboardozni. Nagyon-nagyon élvezte a srác, úgyhogy már szeretne jönni februárba is. Én azt gondolom, hogy jól tudja magát érezni, aki kicsit nyitott a világra Ausztriába, és nincs ez a semmi probléma. Uh-huh. Épp pont ehhez akartam egy kérdést, hogy te mondjuk mit javasolnál embereknek, akik szívesen kijönnének, mondjuk tetszik nekik ez az ország, az itteni megélhetést jobbnak gondolják, és kacsingatnak. Mit javasolnál? Nem is tudom, tehát hogy érted, mit akarok kérdezni? Igen. Saját tapasztalatból merítve nagyon ki kell tartani. Fontos, hogy legyenek célok. Tehát célok nélkül egyébként, de sehol a világon nem nagyon lehet érvényesülni, tehát nagyon fontos, hogy legyen célod, és legyen hosszú távú célod. És el kell dönteni, hogy gyors anyagi
javulás céljából vagy Ausztriába, az azt jelenti, hogy mondjuk vendéglátásból megcsinálsz 2-3 szezont, és gyakorlatilag, ha egyenesbe raktad magad anyagilag, akkor utána már Magyarországon is tökéletesen tudod folytatni a kis életedet. Vagy pedig olyan vagy, mint én, hogy esetleg hosszú távú céljaid vannak, arra viszont tökéletes Ausztria, mint infrastruktúrában, nem is akarok belemenni, hogy az utak milyen állapotúak, ez teljesen fölösleges már szerintem róla, nagyon-nagyon közhelyes. Tehát minden tiszta, az emberek mentalitása én szememben nagyon-nagyon rendben van. Nyilván zárkozottabbak az osztrákok, nyilván az ember tudja, hogy külföldi itt kint Ausztriában, de be lehet illeszkedni, és ha úgy állsz hozzá a társadalomhoz, akkor a társadalom is úgy áll hozzád, egyszerűen ennyi. Úgyhogy azt javaslom mindenkinek, hogy tartson ki, legyen hosszú távú célja. Ha a hosszú távú célja az, hogy itt Ausztriába szeretne ingatlant venni, ebbe kap segítséget, vannak akár magyar hitelügyintézők, tehát a bankszektorban, biztosítási szektorban, autószerelők vannak magyarok, fényezők vannak magyarok, tehát lehet érvényesülni, ha akarsz. De ehhez kell az, hogy ezt akard, és akkor működni fog. Sokan kérdezik a nyelvtudást, hogy egy alap mindenképp nem rossz, hogyha van, nem? De lehet, nagy szerencséd van, találsz úgy munkát, hogy nem beszélsz egy kukkot. Igen, erre ki akartam térni, bocsánat, hogy közbevágok. Én nagyon odafigyeltem az elején, hogy lehetőleg nem magyarokkal együtt dolgozzak. Igyekeztem úgy helyezkedni, hogy lehetőleg vagy más kelet-európai népekkel dolgozzak, és akkor muszáj németül megszólalni, vagy osztrákokkal dolgozzak együtt, és ugye muszáj volt megtanulnom. Tehát én bele kényszerítettem magam, hogy a nyelvet minél előbb elsajátítsam, és gyakorlatilag hallás után minél jobban tudjam elsajátítani. Nem megy másképp. Tehát, hogyha hosszú távon akar valaki itt lenni, ez mellett dönt, akkor elengedhetetlen a jó német nyelvtudás. Szóval sok ismerősöm van, aki szenved, kínlódik, mind munkahelyjel, akár ügyintézéssel, tehát nem tud bemenni egy hivatalba, nem tud saját magáért kiállni, akár egy most mondok egy rossz negatív példát, egy gyorshajtás vagy egy parkolás miatt jön egy stráfecettel, egy büntetés, és nem fogja tudni elintézni, ha mondjuk úgy érzi, neki van igaza, folyamatosan kell valakit hívni, rá vagy utalva valakire, és én nem szeretem, ha rá vagyok utalva valakire. Én bemegyek, elintézem, és akkor azon elintézem, amit elintéztem, de nyilván nem mindenki gondolkodik így. Szóval kell a nyelv, azt egyszerűen tanulni kell, és ugye sajnos itt bukik ki nagyon sok tapasztalatom szerint nagyon sok hazánk fia, hogy sajnos nem elég elszánt abba, hogy rendesen megtanulja a német nyelvet. Kell a német nyelv. Hát múltkor valaki írt a kommentbe, hogy mennyire kell német nyelv, és írtam neki, hogy képzelj el egy napot Magyarországon úgy, hogy nem beszélsz egy szót sem magyarul. Igen. Itt ugyanilyen, ha nem beszélsz egy szót sem németül. Árnyékként élnek osztrákok, élnek német nyugdíjasok is Magyarországon. Néztem videókat a YouTube-on, de ugyanez a probléma, hogy nem tudnak két magyar szót kimondani, és folyamatosan valaki kell, hogy tolmácsoljon, és most ha valakinek ez így kényelmes, én szeretem a magam dolgait pörgetni, és szeretem a magam dolgaimat intézni úgy, ahogy én szeretem, ehhez viszont kell egy jó német nyelvtudás. Viszont amikor kijöttem, nagyon kevés nyelvtudásom volt tény. Tehát autodidakta módon saját magamat fejlesztettem, és úgy jutottam el arra a szintre, hogy most már tényleg azt mondom, kommunikációs szinten semmilyen problémám nincs a nyelvvel. Hála Istennek. Na ez itt az irodád, egy kis csinos kis iroda, ezt fűtöd ugye? Kint meg nyáron ezt konyhaként használom, kimondottan, ugye télen, mivel itt télésétve lett, ezt szeretném, mert ezt tudom kifűteni gyakorlatilag. Amúgy egyébként egy nagy asztalom van tavasztól őszig kint, és hát a teljes nyarat kint töltöm gyakorlatilag, ez csak egy ilyen kis téli lak, úgymond egy ilyen. Hátul van egy WC-m. A sárt. Illetve hát van két ilyen rumlis helységem.
gyakorlatilag itt a aha. kis szerszámok, a kacatok vannak ide berakva. Uh-huh. Ez volt ugye régen umkleidkabin, öltözők voltak, ja. most mindenféle beszórtam. Rumli szoba. Ugye hátul meg van a WC. Aha. Ja, ott, aha. Hátul meg van WC. Te, hogyha magadnak veszel autót, akkor mire esküszöl? Audi. Audi. Tavaly adtam el egy Audi A5-öst. Egy picit többet használtam. Ő nagyon-nagyon egy jó számomra, egy nagyon jó elfogadható autótípus. És nagyon jó eladható egyébként. Szereti a piac, ezt itt Ausztriában, Magyarországon is. És hát 2 literes dízel CRTD motorral volt, ami szerintem az egyik legjobb motor jelen pillanatban, amit a piacon úgymond elérhető. Uh-huh. Főleg, ha kevés kilométer van benn, akkor meg pláne. Uh-huh. Aki esetleg autót szeretne vásárolni itt Ausztriában és bizonytalan a dolgokba, akkor azt mondtad, hogy szívesen segítesz? Igen. Ha kialakult az ügyfél fejében, hogy mégis le tudja szűkíteni pár autótípusra, akkor nagyon szívesen tudunk segíteni felhajtani az adott típust. Az elszállításában is tudok segíteni, ugye nem egyszerű itt Ausztriában, mert először be kell jelenteni az autót, utána vissza kell menni az autóhoz, addig ott kell hagyni gyakorlatilag a vevőnél, bocsánat, az eladónál, és csak rendszámmal lehet itt Ausztriában elhozni, ugye itt a rendszám a tulajdonosé, tehát én kék rendszámmal el tudom rögtön hozni az autót, és akkor otthon kényelmesen be lehet jelenteni. Biztosításban is nagyon jó kapcsolataim vannak, tudok segíteni. Tehát hitelbe és leasingbe is tudunk segíteni az ügyfélnek. És hogyha valaki pedig webfejlesztő közületek? Így van, illetve várok valakinek a jelentkezését, akinek felesleges ideje volna esténként esetleg. A honlapomat szeretném továbbfejleszteni. Szívesen várom a jelentkezést, ha valaki érez motivációt. Akár ha valaki hobbi szinten elég ügyesnek gondolja magát, akkor nyugodtan jelentkezzen. Nyugodtan jelentkezhet, várom. És van még egy kérdésünk. Mit szólnátok olyan videókhoz, amilyeneket a becsületes nepper szokott csinálni? Én is nagyon szeretem nézni, imádom a csatornáját. Mit szólnátok olyan videókhoz, hogy mi ketten néha elhozunk így együtt egy autót, így Ausztrián belül, és akkor felvesszük az utunkat, megnézzük az autót, megnézzük, hogy megy ez az adásvétel, vagyis hát a vétel, egy kis alkudozás, hiba átnézése az autónak. Kis kötekedés. Kis kötekedés, az eladóval, igen. Kis fortélyok. Kis autókat szereti az ilyeneket szerintem nézni. Én is nagyon szeretem a becsületes neppert. Valami hasonlót összehoznánk, hogy elférne ez a csatornán szerintetek. Légy szíves, tényleg írjátok meg kommentbe. Ez tényleg érdekelne, hogy csináljunk ilyen videókat így közösen, így együtt. Írjátok meg. Köszönjük szépen a figyelmet, és reméljük találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!